kérek! Napfény? Nem! Lakfény! A bútorra! Az ajtóra! Az ablakra! Fiatalodik a lakás, és benne fiatalabbnak érzi magát az ember. A lakfény, a politúrozott, a fényezett és festett bútorokat tisztává, tükörfényessé teszi, újjá varázsolja. Ezentúl lakfényt veszek én is. A 70-es évek elejétől a lakberendezési főirányzatot a Lakáskultúra magazin cikkei és fotói határozzák meg. Ebben az olvasók is adnak egymásnak tanácsokat, vagy beszámolnak új lakásuk berendezéséről. Egy kispesti toronyház 8. emeletén lakunk. Lakásunk nagy, 62 négyzetméteres. Mégis elvégeztünk néhány változtatást, hogy igazán otthonos legyen. A nappali szobában tájkép poszter díszíti és védi a falat. A kényelmet barna Margit ülő garnitúra és Béni dohányzóasztal szolgálja. A gyerekszobába Csini heverőt, Tomi íróasztalt és Bubu székeket helyeztünk. Ekkoriban válik tömeges méretűvé a Csináld magad mozgalom. A lakótelepeken gombamódra szaporodnak az ezermesterklubok. A Lakáskultúra és a Barkács újság ontják a jobbnál jobb ötleteket. A barkácsolók számára az öreg konyhák szerény anyagi eszközökkel történő átalakítása a leggyakoribb feladat. Kettészelt hokedliből meg a párjából készül az étkezősarok patkája, színes anyaggal borított habszivacsból a párnázata. A sok gondolés alapjában jó ízléssel berendezett helyiségek színvilágát, összképét rontják a drótból hajlított foximaxik és egyéb nem kívánatos dísztárgyak. Hálás feladat fehér felületet díszíteni, mert a rajzos, erőteljes vonalú formák jól érvényesülnek rajta, és más színeket engedékenyen befogad. A hengerelt mintás fal sok hiba forrása. A minták, a különböző ábrák darabokra tördelik a falon elhelyezett képek, dísztárgyak kompozícióját.